Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, állunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk néked, nagy dicsőséged ég. Urunk és Istenünk, mennyei király, minden adó Atya Isten. Urunk Jézus Krisztus, egyszülött fiú, Urunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyának fia. Te elveszed a világ bűneit, hírkan az nékünk. Könyörögjünk. Kérünk mindenható Istenünk, hogy egyszülött fiadnak test szerint való születése a bűn régi rabságából szabadítson meg minket. Ami Úrunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben Isten mindörökkön örökké. Amen. Szent Lecke Szent János apostol első leveléből. Írok nektek, gyermekeim, mert bűneitek bocsánatot nyertek Jézus Krisztus nevében. Írok nektek, atyák, mert megismertétek azt, aki kezdet óta van. Írok nektek, ifjak, mert legyőztétek a gonoszt. Írtam nektek, gyermekek, mert megismertétek a mennyei atyát. Írtam nektek, atyák, mert megismertétek azt, aki kezdet óta van. Írtam nektek, ifjak, mert erősek vagytok, él bennetek Isten tanítása, és legyőztétek a gonoszt. Ne szeressétek a világot, sem azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az atya szeretete. Mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kevésége. Nem az atyától való, hanem a világtól. De elmúlik a világ és minden bűnös kívánsága. Aki pedig Isten akaratát teljesíti, az örökké él. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Adjatok az Úrnak, adjatok.
Az Úr legyen veletek. És a Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben, amikor a gyermek Jézus szülei bemutatták a jeruzsálemi templomban, ott volt Anna prófétanő is, Fánuel leánya Áser törzséből. Idős volt már, napjai előre haladtak. Leánykora után 7 évig élt férjével, majd özvegyen érte meg a 84. évet. Nem hagyta el a templomot soha, böjtölve és imádkozva szolgálta Istent éjjel és nappal. Abban az órában is odament, dicsőítette Istent, és beszélt a gyermekről mindazoknak, akik Jeruzsálem megváltására vártak. Miután az Úr törvénye szerint elvégeztek mindent, visszatértek városukba, a galileai Názáretbe. A gyermek pedig növekedett és erősödött, eltelt bölcsességgel, és Isten kedvét lelte benne. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, János apostol, ahogy említi a levelében, az írását több rétegnek szánja. Egyrészt az apáknak, aztán a fiataloknak, a fiatal férfiaknak, meg a gyermekeknek is. És egyben megszólítja az egész közösséget is úgy, mint gyermekeit. Nagyon fontos, hogy miket ír nekik, hogyha megnézzük részletesebben, egészen különleges kép áll előttünk. Az apáknak azt írja, hogy megismertétek azt, aki kezdet óta van. Valójában az apáknak ez az igazi nagy üzenet, ami a megváltásból ajándékként, amit kaphat egy apa. Hiszen akkor tud igazán apává lenni, hogyha az Istenből, aki kezdettől fogva van, hogyha belőle születik újjá. Egy apának igazán ez a megváltás, ez a belső megújulása. Ez az erénye, mondhatnánk, egy apának, hogy a mennyei atyából tud élni, és a tekintélyét is belőle veszi. Aztán írja a fiataloknak, hogy legyőztétek a gonoszt. Nagyon jól ismeri János apostol a fiataloknak a lelkületét, hogy harcban állnak, mindig harcolnak valamiért. És ezt is a megváltás átformálhatja egy nagyszerű erénnyé. Írtam nektek, mert erősek vagytok, és legyőztétek a gonoszt. Hogy az az erő, ami bennük van, Krisztus által átalakulhat egy olyan harcá, egy olyan szellemi harcá, ami igazán fontos minden harc mellett. És akkor írja a gyermekeknek, hogy megismertétek az atyát. Ez is micsoda örömhír a kisgyermekeknek. Mert hogy mindenféle képük lehet a kisgyerekeknek az apjukról. Valakinek jó apja van, valakinek nem jó apja van. De a gyermek is a mennyei atyában megismerheti az igazi atyát. És a megváltás a gyermekeknek pedig éppen ezen a szinten nagyon fontos, hogy átalakuljon a szívükben az Istenről alkotott kép, az Atyáról alkotott kép. Krisztus mindezt képes megújítani bennünk, az atyaságot, a gyermekséget és a harci lelkületet. Így alakít át minket Krisztus az egyszerű emberi hozzáállásokból, egyszerű emberi erőlködésből olyan emberré, akik teljesen Istenből és a megváltásból élnek. Amen. Testvéreim, Krisztus a kezdet és a vég, övé az idő és az örökké valóság.
Kérjük Istenünket, hogy kegyelmével gyümölcsözően használjuk fel a tőle kapott időt. Az új esztendőben engedd, Urunk, hogy a szent neved legyen a segítségünk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Engedd, hogy egyházad békességben éljen. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add meg, hogy gyarapodjék a nemzetek jóléte és békéje. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add meg, hogy mindenki tisztelje szent nevedet. Segíts, hogy megőrizzük a benned való hitet és az egyház iránti hűséget. Kérünk téged, hallgass meg minket. Mindenható örök Isten, légy velünk az új esztendőben, hogy felkészülhessünk a számadásra, és egykor hűségesnek találtassunk ítélő széked előtt, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk Istenünk, fogadd kegyesen néped adományait, add, hogy mennyei ajándékaidból meg is kapjuk azt, amit buzgó hittel vallunk. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Úrunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Úrunk által. A mai napon felragyogott benne megváltásunk fénye, az örök ige gyarló emberségünket magára vette, és ezzel a halandó emberre fogyhatatlan dicsőség származott, sőt csodálatos cserével miénk lett isteni örök és boldog élete. Ezért mi is az angyalok kórusához társulunk, dicsőítünk téged, és újjongva zengünk. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt.
Vegyétek, és egyetek ebből minnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is. Majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és ígyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel vagyunk feltámadásodra, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal, Remete Szent Pállal, Boldog Özséb atyánkkal, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökköd örökké. Amen. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkedkel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Béke veles a te lelked.
Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Könyörögjünk! Istenünk, te mennyei jeledelben részesítesz és magadhoz emelsz minket. Kérünk, tedd hatékonnyá szívünkben a szentség erejét, hogy kegyelmi ajándékaid méltó fogadására maga szentségi ajándékot készítsen elő minket. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek! És áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A szentmise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála. Oltalmad alá futunk, Istennek szent anyja. Könyörgésünket meg ne vesz szükségünk idején,
hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől. Mindenkor dicsőséges és áldott Zeus. Mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben. A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körül járnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.